Idén számos hosszú hétvége töri meg a dolgos hétköznapokat, hál' Istennek. A szokásosnál ugyanis több lehetőségünk lesz egy kicsivel hosszabban pihenni, több időt családi körben tölteni. Hát reméljük, hogy ezt ki is használják a kedves nézők. A Retro Utazási Irodából Olá Kriszta érkezett hozzánk. Szia, jó estét! Én nagyon irigylem azokat, akik egy utazási irodában dolgoznak, mert nektek ugye kötelező kipróbálni azért egy-két utazást, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy sokkal többet utaztok, mint az átlag tévénéző, az átlag magyar, bár nem tudom, hogy hogy állunk mi. Van valami kimutatás arra vonatkozólag, hogy a magyarok mennyire utazgatnak, mennyire szeretnek utazni? Nagyon szeretnek a magyar utasok utazni, mind belföldön és mind külföldön egyaránt. Én azt tapasztalom, hogy a magyar utasok egyre inkább szeretik felfedezni saját hazánkat, tehát nagyon szívesen ismerik meg a történelmi látnivalókat, különböző tájegységeket. Viszont nagyon széles az az utazó közönség, aki megengedheti magának a külföldi nyaralást. Többféle utas van, van, aki egyénileg szeret utazni, saját autóval, Horvátország, Olaszország, Szlovénia elsősorban. Van, aki repülővel szeret utazni, van, aki a körutazásokat szereti. Úgy gondolom, hogy ilyenkor tavasszal talán egy ilyen kisebb portjára indulnak az utazók, de már lélekben készülnek egy nagyobb nyaralásra, vagy esetleg a télre koncentrálnak, aki megteheti, akkor mondjuk télen egy melegebb éghajlatra vágyik. Hát most itt koncentráljunk egy picit erre a húsvéti időszakra, hogy mondtad, sokan Magyarország történelmi helyeit keresik. Vannak-e olyan helyek, amit mondjuk kimondottan ajánlotok annak, aki tényleg a tradicionális húsvétot szeretné mondjuk megélni? Igen, természetesen, és szívből ajánlom, hogy az utasok keressék fel a Dunakanyar nevezetességeit. Egy az, hogy csodaszép, másik az, hogy itt a tavasz gyönyörű időre számíthatunk. Feltétlenül érdemes felkeresni Szentendrénas Kanzent, 60 hektárnyi területen található. Isteni jó programok lesznek húsvétkor, gólyalábasok, vándormuzsikusok, és a gyerekek kedvére akarnak tenni, tojásfestés, tojáspatkolás, nyuszikergetés, kisállatsimogatás és hagyományőrző húsvét lesznek a programban. Emellett meg lehet kóstolni a hagyományos húsvéti ételeket. A skanzenban tudniillik bemutatják, hogyan éltek a Magyarországon élő nemzetiségek, szerbek, horvátok, vendek, szlovénok. Pászkát meg lehet kóstolni, és a hagyományos vendek ételét, a hajdinakását. Vannak, akik akár karácsonykor, akár húsvétkor úgy döntenek, hogy az egész család fogja és elmegy egy wellness szállodába. Ilyenkor mondjuk ott is készülnek arra, hogy mondjuk a húsvéti ünnep, tehát valamelyest megünnepelje a család, egy akár szállodai körülmények között? Abszolút, abszolút. Elsősorban a magyar konyhában lehet ezt tapasztalni, ugyanis különleges terítékkel várják a wellness hotelek a vendégeket. Finomabbnál finomabb húsvéti ételekkel, főtt sonka, természetesen főtt kolbász, sárga túró, kalács, finomabbnál finomabb ételek. Jaj, erről most akkor ne is beszéljünk, mert szerintem a nyálelválasztás mindenkinek megindul. Esetleg mik azok a területek, amit mondjuk egy 2-3 napos mini hétvégeként javasolsz, és mondjuk most akkor még a külföldi utazásokról nem beszéltünk. Mik a legnépszerűbbek, vagy a legjobban, legkönnyebben elérhető utak? Nálunk a legnagyobb érdeklődés Róma iránt volt az idén, de nyilván nem csak nálunk, hanem a többi utazási irodában, és úgy, mert a legnagyobb húsvéti ünnep, a pápa ugye misét celebrál a Vatikánban, csoportos autóbuszos kirándulások keretében tudnak az utasok Rómába eljutni, vagy pedig egy párnapos városnéző programra, természetesen repülőjárattal. Ez abszolút megfizethető, különösen akkor, hogyha a repülőjegyet időben foglaljuk. Hogyha valaki most kapcsol ezen a hétvégén, szerinted még van esélye, hogy becsatlakozzon, vagy bekapcsolódjon egy ilyen utazásba? Róma belvárosában már biztos, hogy nem találunk szállást, valami külső övezetben még vadászni kell, de biztos, hogy lehet találni. Hát köszönöm szépen, te hol töltöd az ünnepeket?
Otthon a konyhában. Otthon a konyhában, akkor ehhez vendégeket várok. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.